Foci táborban garantált volt a jó társaság és a jó kedv. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy közel 30 gyermek jelentkezett a napközibe. A labdarúgás rajongóit különböző színes programok várták, valamint szakmai tréningeket is beiktattak a szervezők. Ez a második közös táborunk a Petőfi iskolával. Ezután is szeretnénk nekik megköszönni a támogatást, hogy végre közösen tudunk tábort rendezni. A nyár folyamán volt már egy közös táborunk, ahol rengeteg gyerek jött. 30 fő fölötti létszámmal jelentünk meg, fiúk, lányok vegyesen egyaránt, ez most jelenleg a második táborunk. Nagyon örülünk neki, hogy ennyien megjelentek, és ezt szeretnénk továbbra is folytatni. Reggel itt találkozunk az iskolában, ahol két különböző csoportra bontjuk a gyerekeket. A nagyobb gyerekek kint az udvaron szoktak játszani, mi itt bent a kisebbekkel szoktunk foglalkozásokat tartani, utána szoktunk elmenni ebédelni, ebéd után pedig a játszótereket szoktuk látogatni, illetve strandnapokon elmegyünk strandolni egy nagyot, utána pedig visszajövünk, és ismét a foci a főszerep, utána pedig szépen elköszönünk egymástól, és másnap újra találkozunk. Mivel a Petőfi iskola segít nekünk, ezért bárki jelentkezhet, nem csak a BV1-esek, ez ugye már a második ilyen táborunk, viszont a nyár folyamán még lesz egy tábor a BV1-es gyerekeknek is, ami minden évben eddig megszokott, mondom, zajlani szokott. Eléggé népszerű, ugyanis több mint 30 fő fölött szoktak jelentkezni, ez alatt abszolút nem is szoktak jelentkezni a gyerekek, úgyhogy rengeteg edző kollégánk dolgozik itt, hogy elegendő segítség legyen. A Petőfi sokkal ez az első alkalom, a BVLC-s táborok viszont már évek óta folyamatosan zajlanak. A szülők állandóan visszajelzéseket szoktak adni, amit mi kérni szoktunk tőlük, nagyon elégedettek, a gyerekek boldogok, úgyhogy mi is boldogok vagyunk. A gyerekek elmondták, miért szeretik a focit, és mi jobból jöttek el a táborba. Gólt lehet rúgni, azért lehet örülni, mert itt vannak a többiek is, és velük tudok focizni. Mert szeretek focizni. És miért szeretsz focizni? Azért, hogy sok gólt rúgjak, és én legyek a világon a legjobb focista. És miért akarsz lenni a világon a legjobb focista? Hogy sok gólt lőjek. Miért szereted ezt a tábort? Mert focizni kell. És itt vannak a barátaim, és ez a sulim. De járok suliba.